Több mint 250 első éves kezdi meg tanulmányait az Alegerszegi Egyetemeken. A felvételi idén is sikeres volt, a Pécsi Tudományegyetemre csak nem 150, a Pannon Egyetem képzési központjába pedig 111 gólyát vettek fel. A Zalaegerszegi Egyetemi Központban 43-an közgazdász, 42-en mérnöki, 26-an pedig informatikai képzésre iratkozhatnak be. A legnépszerűbb a gazdálkodási és menedzsment szak. Az országos trendekhez hasonlóan az államilag támogatott helyekre volt legnehezebb bejutni. Erre a Pannon Egyetem több ö, megoldást talált ki. Egyrészt az Uplifting nevű. Ö, önköltség támogató ösztöndíjával az önköltséges képzésre jelentkezőket 90, 75, illetve 55, 50 százalékban tudja támogatni az önköltséges hallgatókat. Meg kell még említenünk a duális képzési formánkat, ahol a jelenlegi szabályozás szerint a minimálbérnek a 65%-át kapják készhez a hallgatók minden a hónapban. A Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi nappali és levelező tagozatára közel 150 főt vettek fel. Közülük csak nem százan gyógytornász szakirányra jelentkeztek. 93-an jönnek állami ösztöndíjas helyre, illetve még másik két képzésünk fog elindulni, egy felsőoktatású szakképzés, ez a felső felnőtt egészségügyi adminisztrátoron is 30 fő fog indulni, illetve sikerült idén szerencsére elindítanunk a fizioterápia mesterképzésünket is, ugye ami a gyógytornás szakirányra adódik rá, mint mesterképzés. Akik az első körben nem jutottak be az egyetemekre, pótfelvételin újra próbálkozhatnak. A képzések államilag támogatott, valamint önköltséges formában is elérhetők lesznek augusztus közepéig.